Egyetültek miniszterelnök úr, elnök úr, elnök asszony, államtitkár úr. A Magyar Nemzeti Bankot és Magyarország állampolgárai egy mindennapos, széképhetetlen, ezerszer áldott és átkozott kötelék fonja össze, és ez a pénz. A Magyar Nemzeti Bank törvényben foglalt jogánál kibocsátja a pénzt és kezeli azt, egyben kihasználja azt az ősidők óta meglévő funkcióját a pénznek, hogy szimbólumokat hordozzon. A Magyar Nemzeti Bank fennállása óta igen sok értékesnek mondható, rendkívül finom művű, a magyar vésnök szakma legjobb tagjainak munkáját tükröző emlékérmet bocsátott ki, és most is ezt tettük a elnökasszony kérésére, hogy egy külön 50 forintos bocsátunk ki 2 millió darabban, és reméljük, hogy ez elnyeri mindenki tetszését. Az érme fizikai jelenségét olvashatják, én ezt nem ismételném meg. Voltak éppen a forgalomban lévő 50 forintosnak a egy változata hátlapján a rendkívül szuggesztív erejű és már-már szakrális hatású logóval, amely megkülönbözteti az összes többi forgalompénztől. A magánvéleményem, hogy az 50 forintos amúgy is a keresés sorjónál az egyik legsikerültebb pénzérmény, és most ez lesz az a pénzérme, ami meggyőződésem néhány hónapon belül eltűnik a forgalom. Egyszerűen kiveszik mind a 2 millió darabot, elteszik emlékbe, és ennek voltaképpen mindenki, mindnyájuk örülnek. Érvény Kósa István tervezte, a magyar pénzverő vezető fővésnöke, és a továbbiakban más jellegű és a történelmi emlékhelyeket más jelleggel megmutató érmény kibocsátását is tervezte. Itt említem meg, hogy az érme gyűjtés és az érme, mint a pénzérme, mint jelkép és szimbólum szerepel a Magyar Nemzeti Bank által elindított értéktár programban is, amikor is megvásároltunk egy olyan gyűjtemény, amely Erdély fejedelmei által kibocsátott, teretett ezüstkalléró gyűjteménye, egyik bírája a Gedai úr volt, ezt meg kell említeni. És ez a gyűjtemény a maga páratlan és voltaképpen soha össze nem hozható gyűjtőkában nem sokára a Magyar Nemzeti Múzeumban egy külön kiállításra megtekinthető. A néhány kereskedelmi jellegű, ha szabad itt egy marka, tevékenységet folytatnunk. Ez az érme kapható lesz az ebédlőben is, verdefényes állapotban, számozott, 12 ezer darab számozott díszcsomagolásban, és remélem, hogy mindenki szeretni fogja, és mindenki megemlékezik arra, hogy ez a logó, mint ez már elhangzott, egybetartozásunkat és azt a köteléket szimbolizálja, amelyet minden magyarnak magáénak kell valami. Köszönöm szépen!